Halló, halló, sziasztok, szép napot minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Na nézzük is a 14. heti zárást, hát kb. Szerencsére ugyanott van a 42 félen a Bitcoin, ahol tegnap is volt, úgyhogy mint a szombaton csináltam volna, és az per kb. Na nézzük is, mi történt. Egy nagyítás, múlt héten 46.600-on volt kb. A Bitcoin, azt mondja, hogy ehhez képest most 42.500-on van, úgyhogy 10%-ot csökkent a Bitcoin USA dollárba. Az altokba, hát az altok majdnem 40 ezer, 39 ezer volt az altcoin portfólióban, most 33.300-an, úgyhogy azok 15%-ot csökkentek múlt hét szombathoz képest. A teljes altcoin portfólió január 8-ához képest, az egy bitcoinhoz képest is 0,785 ezred bitcoin van benne. A kadéna ezzel összehasonlítva a január 8-ai árához képest mínusz 30%-ban van, itt az altcoin portfólió az, hogy már 21,5%-ban van mínuszban, a kadéna mínusz 30-ban. A referencia vásárlás az 1 millás 16 dolláros, az pedig mínusz 60%-ban jelenleg. A kadéna egyébként 10%-a csökken múlt héthez képest. És akkor nagyobb történések mik voltak a héten? A NIR az ugyebár meglőtt 2,5-szeresre, hát vagy 18-ról 10 dollárról majdnem 20-ig, 19,6-ra, úgyhogy vettem is ki onnan profitot. Illetve visszavettem a vészből 20%-ot, hát ott csak 10-eket kellett volna, mindegy, már azt is azért meg volt tanulópénz. Tovább már így megyek, hogy maradjon azért vissza, és bár még így is ingyen megy a vész, tehát ugye bár annyit nem adtam, sőt még vagy 50% plusz amúgy is van rajta, hogy olcsóban veszegettem vissza, úgyhogy azért így is úgy is jó vagyok, de nem fogok 20-akat, csak a felét, csak 10%-at fogok visszavenni. A NIR-nél meg a Runánál már így is csináltam, ott 20%-at ugye bár eladtam belőlük, aztán ahogy visszakorrigáltak, 15-20%-at csökkentek, akkor 10-10%-ot visszavettem mind a kettőből. Akik erősödtek, gyengültek, egyedül az Ethereum erősödött, 8%-ról 9%-ra erősödött a portfólióba. Gyengülni, viszont többen is gyengültek, az Axi, illetve Harmonynek a vanja az 3%-ról 2%-osra gyengült, a Render token 2%-osra 1%-osra gyengült, illetve 1%-osra 0,5%-osra gyengült az AVE és az Elrond. Úgyhogy ezek vannak, nézzük, Bitcoin 42.500-on, hát kicsiben nagyon itt nagyon nem bírja elereszteni ezt a 42 felet, itt kocska ringózik körülötte már két napja. Jó, azt mondja, hogy nézzük, kik hogy vannak bitcoinunk, így néz ki, kadéna per pill, így, és akkor altcoin portfólió, Sasagi 50, USDT, most egy 2% profit van még, félretéve, azt mondja, hogyha lenne valami korrekciók, vagy ilyesmik, és akkor nézzük is, tehát USDN, hát, azt lehet, hogy még estig meghagyom, de ezt már, nem, ezt már most ezennel kitörlöm az USDN, mert már ilyen 90-0-97-en van, az már nagyon közel van, itt már mindig szokott ilyen plusz-plusz 3%, 4% ilyesmiket mozoggat az ára, majd ha nagyobb lesz, akkor nem fog ekkorákat mozogni. Akkor csak pár tizedet, meg ilyesmi, vagy századot, na jó, egyelőre visszatért, az a lényeg, ugyebár itt a Neutrinónak a stabil kriptójával, hogy az itt beszakadt 0,7-ig, 1 dollárnak kéne mindig lennie, de az utóbbi napokban vissza is jött, nagyjából még azért nem ért el az 1 dollár, de én ezt akkor most már innen kipattintom, ezt nekem külön nézegettem, meg ne foglalja a helyet itt a főlapon. És akkor nézzük is tovább, a vévző már ment egy ötszöröset, de hát nagyon komolyat vissza is korrigált, ugyebár mennyi, hát ez már vagy 65%-ot, vagy mennyit korrigált a plafontóhoz képest. Mindjárt nézem is, azt mondja, hogy 60%-ot, jó, már korrigált, ugye, mert 50%-nál is visszavettem, mert amikor 30%-ot korrigált, 35-ot akkor is. Na de most még lett a rövém, itt már tényleg megáll, aztán megy felfelé tovább. Jelenleg ő zöldben van, úgyhogy tök jót mutat, mikor a Bitcoin mínusz 0,5%-ban van, ő 1,5% pluszba, úgyhogy már tényleg kezdene megindulni a Waves, ha engedné neki a piac. Na nézzük tovább, azt mondja, hogy 250%-at vagy 2,5x-et már nőtt a NIR protokoll, illetve a Runa. Belülük is itt látszik, hogy ugyebár 10-10%-ot tegnap visszavettem, ahogy lekorrigáltak. Jó, és akkor nézzük tovább. Na, itt már jönnek, amire százalékot tudok mondani, akkor át még nem lőttek. Atya úristen, meg kire csinálom már a fibózónát, meg minden vonalat kihúzgálni oldalra. Jaj, jaj. Hú, na jó, jelenleg a Luna az... Oké, 11% van, igen, a Lunában. 9% az Ethereumban. 7% az Avalanche-ban. 6% a Solanában, jó, pedig olyan szépen megindult, ő is mehetne tovább a piac most már végre. 5% a Maticban, 4% a Fluxban, 3% az Atomban, illetve a Phantomban.
Tovább 2% az ADA-ban, a MANA-ban, a Sandbox-ban, az Axie-ban, illetve harmadiknak a Vanyában, a Galában, Engine-ben, Curve-ben, R-Wave-ben, illetve Illuvium-ban. És akkor az ott mit csinál? Az mi a fel? Ja, jó, megvan valami, mozgó átlagép most kezd bejönni ide, oké. Okay. Jó, tovább 1% van a Binance Coin-ban, a Polkadot-ban, az FTX tokenben, a VeChain-ben, az ApeCoin-ban, a Tezos-ban, a Helium-ban, a Render-ben, a Koti-ban, illetve a Fetch AI-ban. Ó, oh, de visszajött a Fetchi. Jó, nézzük tovább, és 0,5% van a Dogecoin-ban, a Shiba-ban, a Chainlink-ben, a Uniswap-ban, az Algorand-ban, az Elrond-ban, a Theta-ban, az AV-ben, a Maker-ben, a Convex-ben, a Stacks-ben, a Kusama-ban, a Rose-ban, a Secret-ben, az IOTEX-ben, az Anchor-ban, a Syscoin-ban, Serum-ban és Power Ledger-ben. Jó, itt átnéztük a dolgokat, ugye bár itt akkor még egy ígéret és a VLX, meglátjuk az Ethereum okos szerződés Solana alapokon, Ethereum kompatibilis okos szerződés kompatibilitás Solana alapokon, meglátjuk az hogy fog nőni. Oké, okay, figyelős mozorgósak itt van, amiket még érdemes nézegetni, ha valakinek az 50 nem lenne elég, illetve figyelős közepesek, őket is nézegetem még, úgy a másik fele, atya úristen, mennyien vannak már itt. Meg még van egy pár, oké, okay. És ha nem ajánlós, lelassultak, azzal meg óvatosan mindenki, ezt nem nagyon ajánlom ezeket senkinek, hiába néha-néha nőnek nagyot, de ezek nem nagyon szoktak megyegetni komolyabban hosszú távon. Oké, okay. Na hát egy tipikus a propi, egyik nap plusz 30%, másnap mínusz 30%, össze-vissza megy, nagyon hagyjuk is. Oké, okay. Akkor azt mondja, hogy jó, megvan a 14. heti zárás, akkor elkezdek híreket olvasgatni, kajálgatni, ez az amaz, és akkor jövök pár óra múlva a napi híradóval, addig is, sziasztok!